Szeretettel köszöntök mindenkit a mai napi bemutatómon. Szeretnék bemutatni egy újabb rávált készítményemet, amit kedves barátom Jani néni ihletett és kért, hogy készítsek egy ilyet. Hát nézzük is meg. Azt mondja, hogy kiválasszuk a Rába 833-as tergépkocsit, mivel hogy ő azt mondta, hogy szeretne egy olyan terautót, ami bogi kerekes. Hát én elkészítettem, és bízok benne, hogy tetszeni fog neki, szeretni fogja. Menjünk, nézzük meg, ugye, mint az UFO-k, beletabolunk, és kívülről így néz ki a kis autónk. Tükör állításokat ugye megcsináljuk gyors a eddig megszokott módon, és ugye a ponyvát levesszük, mivel hogy olyan terményt szállítunk, amihez per pillanat nem kell ponyvázás. Hát a bogit, mint olyat, ami 100%-os kerék egyébként, ahhoz, hogy felemeljük, IC-vel szépen ezt, emeszelepet átállítjuk, és onnastól kezdve elemelkedik a talajtól, és működik. Elmegyünk és megpróbálunk ővele is csinálni olyat, hogy szállítsunk bálát, mert általában használat során derül ki egy adott modról, hogy működik-e, avagy sem. Nem is az, hogy működik, rosszul fejeztem ki magam, hogy normálisan működik-e, avagy sem. Mert ami nem működik normálisan, az nem is jó semmire. Legalábbis szerintem. Hát itt elég sokáig kell álljunk, mert eme nagyon idétlen egy derékszögben hirtelen becsapódó gépjárművek, képesek neki menni az embernek, és nem foglalkoznak vele, hogy na-na, hogy neked megy. És eléggé erőszakosak, szegénykéim. Na, mindegy, ők ilyenek. Sajnos én a térképekhez nem értek. Be kell valljam, hogy egy kicsikét módosítani a viselkedésükön. Kikapcsolni ki lehetne a jármű közlekedést, forgalmat, de akkor meg oly egyhangú szegény térkép, hogy nagyon. De hát jó van ez így. És akkor lassan odaérünk a megszokott bálázó területhez. És elszállítjuk a bálákat. És reményeim szerint elszállítsunk nagy bálát. Ugye kiválasztjuk a bálatípusát az Y-nal, és mivel mi ezt szállítunk nagyot, nagy bálákat szállítunk, és mert hát ugye az automata válafelszedés, mint minden modomban benne van, de csak azért, hogy hát, hogyha így, aki egyedül játszik és szereti a bálázást, szereti a jószágot,
tartást, akkor gyorsabban halad, és jobban szereti a modot, mint hogy ő pakolgassa, és ezek a varjak képesek és kiverik a szélvédőt, mert mindig akkor kell felrepüljenek a nagy semmiből, amikor pont ott jár az ember, de hát, na. És akkor megnézzük. Na, mondjuk akaszhattam volna utána egy pótkocsit, hogy még több állát szállítsunk be, de mindegy. Most nem a pótkocsi bemutatása van soron, hanem a gépér. A gép bemutatása. Hát engedjük le a bogi kereket, mert csórikám, hát hogyha tehermentesíti a hátsó híd dugóját, nem terheljük agyon. És azt mondja, hogy úgy néz ki, hogy tele is van a potunk. Igen. Hát elszállítjuk. Bevisszük a telep helyre. És lepakolunk, és bevisszük a következőt is legfeljebb, mert hát, hogyha már nem jöttünk ki pótkocsival, akkor szaladgáljunk kétszer. De hát ez benne a szép. Igaz, hogy még jószágokat nem tartok, nem vásároltam, mert még nincs annyira felfejlesztve ez a gazdaságom, ahogy kellene, de per pillanat arra, hogy bemutassuk a technikát, arra kiváló. Azt mondja, hogy eljövünk szépen. Hát ide lerakjuk a szokott helyre, ahova leszoktam rakni a bálákat. Oda tolatunk. Hát csak jól láttam a tükörbe, hogy egy kicsit közel leszünk. Na nem baj. Módosítunk rajta. Kicsit kijebb tesz. Így. És ugye, ne világítsunk már, ne feltűnősködjünk. Kiválasszuk az adott területet, hogy hová akarjuk lerakni a báláinkat. És lerakjuk ide. És elmegyünk a következő transporté, hogy hát, hogyha a nagy bálákkal meg tudom mutatni azt, amit a múltkor kis bálákkal szerettem volna, de valami oknál fogva szétszóródtak. Bízok benne, hogy a nagy bálák egymáson jobban fekszenek. Hát, adjuk meg a módját, kacsázunk össze-vissza. Na mindegy. A cél az, hogy beszállítsuk a báláinkat, ha már elkészítettük a telephelyre. És csak ugye a tőlem, vagy az én módjaimnál megszokott módom, ennél is kell a Simple IC. Nem tudom miért, én szeretem, mert szeretem. Megkönnyíti az embernek a dolgát. Kicsikét élethűbbé teszi a játékmenetet, mert nem mindent a gépre hagyatkozunk. Úgy látom, hogy kell rá két bálat, és
Nem, már tele van. Tele van a kicsike. Jó van, akkor vegyük be és nézzük meg, hogy sikerül-e úgy rárakjuk a bálár, lerakott báláknak a tetejére, hogy ne hulljon szét. Mert azt szerettem volna múltkor a kis bálákkal megmutatni. Ugye a 831-es bemutatása során csak nem jött össze. Hát ha ennél összejön. Nagy bálák jobban fekszenek egymáson. Úgy. Előhívjuk a verakót, hogy kicsit segítségünkre legyen. És felhozzuk a tetejére. És hogy látom, még egy nagyon picikét elrébb kéne álljunk vele. Így. Úgy inni. Szépen. És rakjuk rá. Ah! Holala! És nem borul le, mivel hogy a nagy bálának jobban fekszik egymás mellett. Nem tudom, hogy lenne még kint annyi bála, hogy még egyszer tele tudjuk rakni. Mert ezzel ugye fel lehetne rakni a nagyon magasra. Mindjárt kipróbáljuk, hát ha van még annyi nagy bálánk. Bár kétlem. Kétlem, hogy lenne még 18 darab. A cica rúgja meg. Hát igen, mert a kis bálákra törekedtem. Javarészt, na nem baj. Ezzel a 4 darabban volt 4 darab még pluszba. Hopp, 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 hopp. Jaj, majdnem nekivágódtunk. Na, mindegy. És ugye, amit még el kéne mondjak a technikáról, mint eddig mindegyik technikámat úgy oldottam meg, hogy mosható, megkoszolódik, ahogy kell, nézést, mert ahogy kell. Bár valami oknál fogva a kerekek mondjuk most jó vannak, tehát úgy koszolódik, ahogy kell, de a kezdés során általában mindig olyan koszos lesz, hogy fú, mint az ördög, és utána lepereg, vagy én nem tudom, akkor áll be a normál módra, hogy úgy koszolódjon, ahogy kell. Így. De a így, és akkor szépen felvisszük oda. Na, kicsit lejjebb, aztán elblöki nagyon messzire. Tehát ezt is szépen oda. És ezt így lehetne a végtelenség pakolni föl. Úgyhogy ne foglaljon sok felesleges helyet a területen. Ugye az ablakok... ajtók nyithatók a megszokott módon, és ugye kívülről csukható, a fülke billenthető, oldalajtók szimple IC-nek köszönhetően nyithatóak, és minden, amit szerintem le kell animálni, leanimáltam, hogy az tényleg élethű legyen. Mert... Na, hogy...
Így. Tehát magát a bogi kereket eme szeleppel lehet emelni, ill engedni. Ha jobbra áll, le van engedve, ha balra áll, felemeli. Mosható, mint mondottam, volt minden forcikája. Amennyire lehet, próbáltam élethűre, amennyire lehet, próbáltam mindent úgy megcsinálni, hogy az tökéletes legyen, ne legyen hiba. Ugye a spaniferek használatát már a múltkor elmondtam. Szerintem abban, vagy nem szerintem, én abban bízok, hogy mindenkinek tetszeni fog, mindenki szeretni fogja, és sok-sok játékban készült képet fogok viszont látni róla, mivel hogy minden modernnek az a lény, vagy tulajdon, tehát nem is tulajdonság, hanem onnét ismerszik meg egy ember szerintem, hogyha tökéletes munkát végez, és hibamentes egy adott jármű. Nem, nekem ez veszőparipám, hogy a logot ne szemetelje tele. Hát, mint mindig, ez is hibamentes. Látjátok, mint mindig megpróbáltam amennyire csak lehet élethűre csinál, ez a reversing kamera, ez a kedvencem, mert ez nagyon hálás jószág tolatás során. Meg persze ugye ezek a tükörállítások is azért nem rossz dolgok, mert nagyon sűrűn van az, hogy találok egy modot, ami tetszene, és így áll a tükörje. Magyarul csak külső nézetből lehet használni, belsőből nem. Már nem a tükröt, hanem magát a járművet, mert nem látok hátra. És azt én meg nagyon nem igazán szeretem, mert így élethűbb. Hát remélem, hogy mindenkinek tetszeni fog. Remélem, hogy sokan fogjátok használni, és ugyanúgy, mint amilyen szeretettel készítettem én nektek ezt a járművet, és emek is bemutató videót, ugyanúgy ti is szeretni fogjátok, és használjátok majd. Hát, nagyon sok játékban eltöltött percet kívánok vele, nagyon sok még nem köszönök el, mert elfelejtettem még azt bemutatni, hogy ugye, mint mindig, nehogy azt higgyétek, hogy csak bálát lehet vele szállítani, mert nem. Ugye hóbortként én bele szoktam rakni, hogy a terményt is vigye, mert a jármű az azért jármű, hogy nem csak egy célra használják, hanem több célra. És hogyha a kombányjal állok vele, akkor ott is működik. Ha bálázni akarok vele, ott is működik. Mert így a jó szerintem. Csak így. És most mondom azt, hogy használjátok egészséggel, jó játékot vele, sziasztok! És azt mondja, kilépünk játék, és kilépünk mindjárt a videóból is, csak annyit szeretnék még kérni tőletek, akik használják majd ezt a járművet, és
Egy kicsit módosítanak rajta, mert ugye minden embernek a saját igényei szerint állít be mindent. Ha módosítotok rajta, akkor úgy módosítsátok, hogy pozitív irányba és nem negatív irányba, és ha lehet, ha továbbosztjátok, a készítő ugye maradjak én, és ne az, aki editeli. Köszönöm szépen, hogy megtekintettétek a videót.